A világ tetejére 8848 méteres magasságba nagyon keveseknek adatik meg feljutni. Azonban úgy tűnik, hogy egy makói hölgy számára ez nem biztos, hogy a jövőben egy lehetetlen küldetés lesz, hiszen az elmúlt 2 évben, amit a fejébe vett, mindent sikerült elérnie. Olyannyira, hogy 7126 méter magasságba jutott fel nemrégiben, mégpedig ebben az évben, októberben a Himalája egyik csúcsára. Itt is van velem a társalgóban Kerekes Évi. Szia, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és eljöttél hozzánk, és tényleg nagyon el vagyunk ragadtatva, hogy itt beszélgethetünk veled egy ilyen fantasztikus teljesítmény után, ami úgy tűnt számomra, ahogy olvastam a cikkeket és a nyilatkozataidat, hogy valójában nem is így indult, hogy ti szeretnétek följutni erre a bizonyos csúcsra, azonban akkor és ott minden együtt volt, minden ideálisnak tűnt, és ennek köszönhető ez az óriási eredmény. Így volt? Így, nagyon nagy szerencsénk volt, mert amikor elindultunk az alaptáborból, az egyes táborba, akkor megtudtuk, hogy van egy 5 napos időjárás ablak, ami azt jelenti, hogy 5 napig nagyon jó idő várható, utána viszont rosszabbra fordulhat az időjárás, és sajnos nem tudták megmondani előre, hogy meddig várható a rossz idő. Így a mászótársammal és a mászóserpáinkkal közösen úgy döntöttünk, hogy teszünk egy próbát. Addig jutunk, ameddig jutunk, ha feljutunk a csúcsra, örülni fogunk, ha nem, akkor pedig majd rápróbálunk egy picit később a következő akklimatizációs körökben. Voltak többen is ott veletek, ugye, ebben a bizonyos táborban, akik fejükbe vették, hogy megpróbálják a csúcstámadást, azonban nem vállalkoztak erre. Igaz? Hogyan voltak a táborok? Hiszen ezeket ugye szám szerint osztjátok be. Így van. Tehát kezdünk mindig az alaptáborban. Mi is, amikor megérkeztünk az alaptáborba, először akklimatizálódtunk egy picikét, szoktuk ezt a magasságot, mert elég magasan, 4950 méteren volt az alaptáborunk. A második napon tettünk egy kirándulást 5300 méterre egy közelben lévő hegy tetejére. Addig a mászóserpáink fölvitték némely felszerelésünket az egyes táborba, ami szintén ugyanebben a magasságban található. És a következő napon indultunk el az első akklimatizációs körünkre, és álmunkban nem gondoltuk volna, hogy az első akklimatizációs kör egy sikeres csúcsmászással fog végződni. És hát az egyes és a kettes tábor közötti szakaszon találkoztunk egy amerikai hölggyel, akinek sajnos sikertelen csúcsmászása volt. De rajta már akkor ott ugye oxigénpalack volt, nem, akkor rajta még nem. Nem, hanem mikor a kettesbe értünk, és eltöltöttünk már egy kis időt, akkor érkezett le egy sikertelen csúcsmászó oxigénpalackkal feldíszítve. Sajnos szüksége lett rá menet közben, pánikrohamot kapott az oxigénhiánytól, és a mászóserpái ráadták az oxigént, és lekísérték. Ez mindenkinél egyébként más, hogy kinek milyen magasságon van szüksége, kinek hogyan bírja a szervezete az alkalmazkodást? Így van, tehát ez nagyon sok mindentől függ. Leginkább attól, illetve én úgy gondolom, hogy nagyon nagy szerencsénk volt avval, hogy augusztusban mi voltunk Kirgizisztánban egy Lenin-mászáson, ami sajnos végül is nem sikerült, de mégis tudtunk 6000 méter fölött több éjszakát eltölteni és aludni. Sajnos az időjárás közbeszólt, és le kellett, hogy vonuljunk ott is a 3-as táborból. Viszont az akklimatizációs tréning, amit ott szereztünk, az én úgy gondolom, hogy még élt, tehát még a szervezetünk emlékezett arra, hogy milyen érzés 6000 méter fölött lenni, illetve nagyon sokat jelent az, hogy rengeteg folyadékot kell fogyasztani. Minél magasabbra megyünk, annál több folyadékkal kell feltölteni a szervezetünket, és nagyon fontos odafigyelni arra is, hogy megfelelő kalóriabevitel legyen, az erőhöz kell. És említetted, hogy milyen érzés. Na és milyen érzés volt 7126 méteren lobogtatni a makói zászlót? Hát nagy boldogság volt. Nagyon örültünk mind a ketten a mászótársammal, hogy feljutottunk, mint mindig most is elsírtuk magunkat összeborulva, de igazából föl se fogtuk, hogy ott vagyunk, és sikerült. Tehát nem mikor, volt... mikor fogtad föl, ha nem ott? Hát az egyes táborban lent, amikor visszafele. Visszafelé, igen, mert a csúcsmászás után kis idő azért eltelt, mire leértünk, mert nyilván a csúcson még csak a félúton vagyunk túl. Tehát onnan még le is kell jönni, sikeresen. Igen, és azt is olvastam, hogy talán még nehezebb is volt, tehát nagyobb próbatételnek éltétek meg a lefelé jövetelt. Addigra már elfárad az ember. Túl van egy extázisom. Így van, túl vagyunk az adrenalin bombán, a lefele pedig mindig arról szól, hogy túléljük a lejövetelt. Nyilván volt szükségünk mászógépre fölfelé, ereszkedő eszközre lefelé a kirögzített fixköteleken,
De hál' Istennek nem történt semmi probléma, rendesen leértünk a hármas táborba, ott megpihentünk egy picikét, ittunk egy forró teát, összeszedtük a felszerelésünket, lebontottuk a tábort, és lecipeltünk mindent a kettes táborba, és ott éjszakáztunk. Többször említetted már itt ugye a mászótársadat, ő vele, hogyha jól tudom, akkor nemrégiben ismerkedtél meg. Ez segítség volt számodra? Igazából egymásnak tudtok erőt adni egy ilyen mászáskor, vagy egyedül is úgy érzed, hogy ez teljesíthető? Vagy ez plusz jelent egy ilyen hegymászásnál? Én úgy érzem, hogy mindenképpen szükség van mászótársra. Uh-huh. Ugyanis mi tavaly tavasszal ismerkedtünk meg az első közös Kalapatár túránkon, és ott együtt találtuk ki, hogy mi össze szeretnénk visszamenni a Merát megmászni. Együtt voltunk az Elbruszon is augusztusban tavaly, és nagyon jól tudunk együtt mozogni a hegyen. Ugyanabban a stílusban közlekedünk, ugyanabban a sebességben közlekedünk, nagyon jól össze tudunk dolgozni. Ha az egyikünk elcsügged egy picikét, akkor a másik tud bele egy kis lelket önteni, és ez nagyon-nagyon sokat jelent egy mászás során. Főleg akkor, amikor már ilyen magasságokat célzunk meg, és bizony elfáradunk menet közben. Vagy pont vagy van ilyenkor mindig? Most kivételesen nem most volt. Nem volt. Most kivételesen nem volt, mert nem volt tétje. Tehát nem volt bennünk az, hogy... Az a görcsös megfelelni akarás, hogy mindenképpen fel akarunk jutni. Tehát, hogy nem szorított minket az idő, hogy már haza kell repülnünk, és már csak két napunk van rá, mint például a Leninen, hanem itt teljesen tét nélkül indultunk neki, hogy ha összejön, ha nem, akkor pedig majd összejön egy hét múlva, vagy két hét múlva. Mert erre nem gondoltunk, hogy mi ezt 4 nap alatt meg fogjuk csinálni. Ez is lehet, ez a lazaság a sikertiszka, hogy ez így összejött, így sikerült, nem? Nem tudom. Lehet ez is. Nagyon sok minden összejátszott ahhoz, hogy szerencsénk legyen. Én ezt most úgy könyvelem el, hogy nagyon nagy szerencsénk volt, és így sikerülhetett. A mászótársadon és a két serpán kívül mik voltak a segítségedre? Ugye egy nagyon alapos előkészülés, egy felkészülés előzte meg ezt az utat, azért senki ne gondolja azt, hogy valaki a fejébe veszi, hogy elkezd hegyet mászni, és akkor gyakorlatilag bármilyen sikereket elérhet. Nagyon kemény fizikai és mentális felkészülés előzi ezt az ilyen típusú sport teljesítményt meg. Az a helyzet, hogy a fizikai felkészülés az folyamatos, tehát 2 éve az folyamatosan mindig megvan. Tehát itt Makón az edzőteremben. Ugye? Hetente 3 alkalommal az edzőteremben, és hát tavasz óta már személyi edző segítségével, nem pedig a csoportos órákon, illetve én ezt még kiegészítettem más hegymászóktól ellesett taktikákkal, praktikákkal, úgyhogy az én edzéseim az utolsó 2-3 hónapra már heti 6 alkalomra, és napi 2-re redukálódott, tehát ez 12 edzés egy héten, és a vasárnapon volt az egyetlen pihenőnap, amit annak tudtam áldozni, szentelni, hogy végre kipihenjem magam, vagy esetleg rajzoljak, fessek egy picikét. Uh-huh. Az is egyfajta kikapcsolódás. Gondolom ez is azért. Mentális felkészülésnek ez volt az egyik kiegészítője, a másik pedig az, hogy ültünk, állandóan figyeltük az eseményeket a hegyekbe, kivel mi történt, milyen sikerei voltak, milyen tapasztalatokat tudott begyűjteni, és ezeket a tapasztalatokat mind-mind átolvasgattuk a mászótársammal együtt. Különböző videókat néztünk YouTube-on, kinek milyen mászásai voltak, milyen mozdulatsorokat végez egy ilyen mászás során, milyen eszközöket használ, milyen ruházatot visel. Na és miért? Hoztál is belőle néhány, biztos, hogy nagyon kíváncsiak rá a nézők. Amikor kitetted a kesztyűt, mondtad, hogy nagyon sokan megkérdezték, hogy na jó, ugye itt mínusz 20 fok hát körüli. Hőmérséklet van. De hogy milyen kesztyűbe voltál, és akkor ezt el is hoztad nekünk, igen. Meg aztán ugye itt a mászócsizmát. Elhoztam ezt a nagyon jó kis vastag pehely kesztyűt, és hát nem csak ez az egy kesztyű volt az én kezemen, hanem még ezen kívül 2 vékonyabb, egy műszálas, egy plusz egy polár, és ez a kesztyű. Hát nem fázott a kezem. Uh-huh. Tehát azért annak körülök, viszont... És fontos azért, hogy ezzel fogni is tudjál. Így van, tehát mindenféleképpen a kötelet, az eszközöket, a mászógépet tudjak minden eszközt használni, ez nagyon fontos, hogy tudjunk benne fogni. Bőr egyébként a tenyér része, tehát nem csúszik, nem olyan orkános, mint a gyerekeknek a kesztyűi, bár ahhoz hasonlít. Igen. Igen, és akkor látok itt mindenféle hevedereket. Így van, ez pedig egy mászógép. És ez a mászógép. Sokszor említett mászógép. Ez hogy funkcionál? Ez úgy funkcionál, hogy ennek az eszköznek a segítségével a fix kötélre fel tudjuk magunkat rögzíteni, amit ide fűzünk bele. És ezzel a kis
filencskével rászorítunk a kötélre, és a kötélen ezt fölfele tudjuk szabadon csúsztatni, visszafele viszont beakad. Vannak rajta ilyen kicsi fogacskák, visszafelé hajló fogacskák, amik beleakadnak a kötélbe, és ezért meg tud tartani. Ha véletlenül megcsúszna a lábam, és a fix kötél jól van kirögzítve, akkor nem tudok lepottyanni. Nyilván ez a beülőre rám van rögzítve, és akkor egy folyamatos haladást tesz lehetővé nagyon meredek falakon is. Vas szögeket is láttam a csizmád alján. Igen. Azok nyilván, hogy a szikla, a jég, ugye? A hó. Az hágóvasnak hívják ezt az eszközt, és a csizmánk cipőnknek a talpára van fölrögzítve, és a jeges, havas, firnes részeken tudunk a hó tetején közlekedni biztonsággal benne, hogy nem csúszunk meg. Ezek a fémfogak beleállnak a jégbe, a hóba, és stabilan tartják az embert. És akkor, hogyha már a melegről és kesztyűről beszéltünk, ez az úgynevezett zokni, amit itt kilógattál, ugye? Amit én a bakancsból, a betétet. A bakancsból. Az a betétje. Az a cipőnek a belső cipője, igen, ami nagyon jó anyagból van, hőszigetelt, és megakadályozza azt, hogy az ember lába ujjai lefagyjanak. Uh-huh. És akkor ebben hány zokni van? Egy. Egyetlen egy, ami egy. A másikban. Igen, ami a másikban van. És akkor ez bőven elegendő. Tehát úgymond komfort érzeted volt, tehát a hideggel nem kellett vívni, harcolni. Nem, abszolút nem. A tehát szél ellen nagyon... Profi felszerelések, ez nem probléma. Nem, ezen hát már túl vagytok. Igen. A szél ellen nagyon nem tudunk sajnos védekezni, mert ugye az arcunkat éri a legtöbb hatás ilyenkor. Én szereztem egy maszkot, amiben úgy nézünk ki, mint a Hannibal Lecter filmben, hogy zőrültek, de viszont nagyon hasznos, ugyanis letakarja teljes mértékig az arcunkat, és megakadályozza azt, hogy az arcbőrünk megfagyjon. Mik a legszükségesebb eszközök vagy kellékek, amiket ilyenkor fölvisztek? Hát, ami itt van, ez mind. Ebbe segítenek, mondjuk hány kilónya az a hátizsák? Hiszen nem tudhatjátok, hogy hány napot fogtok föntölteni. Ugye te is mondtad, hogy sokkal többre terveztétek. Mi úgy terveztük, hogy 4 napot töltünk fönt, tehát betartva az aklimatizációs láncolatot, első körben felmegyünk az egyes táborba, onnan egy éjszaka alvás után a kettes táborba. A kettes táborba szintén eltöltünk egy éjszakát, és másnap reggel szerettünk volna a hármas táborba följutni, úgyhogy megnézni csak a helyét. Ez egy 1,5 órás túra lett volna odáig, és onnan pedig a hármas tábor kirándulása után pedig visszalevonultunk volna az alaptáborba. Tehát durván egy 3-4 napról beszélünk. Most a havas jeges részre, ami itt van felszere, és ez mind szükséges. Ugyanis ezek nélkül nem tudunk följutni a kettesig sem. Viszont ahol nincsen már hó, csak szikla van, oda nem szükséges például a hágóvas, a sima szikláról, a cipőbe is le lehet jutni, és attól függően, hogy milyen a hőmérséklet, nyilván nem kell mindent fölvenni. Tehát annyira jó idő volt, annyira napsütéses időnk volt, hogy például azt a nagyon vastag kabátot nem is hordtam, csak a csúcsmászásnak a napján. És folyadékot említetted, de élelem szempontjából? Élelem szempontjából könnyen megoldódott ez a probléma, ugyanis rengeteg zacskós étel létezik, ilyen kis pici kiszerelésben, amilyen maximum 5 gram vagy 5 deka lehet, tehát nem túl nehezek. Ezekből ebédre és vacsorára egy-egy zacskóval bőven elegendő. Itt, ami nagyon fontos, a folyadék. És a folyadékot ezekben a magasságokban már a hóból nyerjük. És oda vinni kell. Hát a havat kell olvasztani, így van, és vinni kell föl ilyenkor gázégőt, meg palackokat. Igen, és az apótójátok. Így van, és akkor avval készül el a hólé. Család hozzászokott-e már ezekhez az izgalmakhoz? Én úgy gondolom, hogy ennyi idő alatt már igen. Igen, igen. És ugye azzal kezdtem, én megelőlegeztem neked ezt a 8848-at, hogy a fejedben már ott van a következő terv, hogy mi a cél. Megvan szerepel már köztük? Hát egy vágyálom, egy nagyon nagy vágyálom. A mászó serpáink annyit mondtak erre a mi kérdéseinkre, hogy képesek lennénk rá, hogy igen. De nyilván belőlük nem az beszél, ami belőlünk. Bármennyire is kértük őket, hogy tegyék a szívükre a kezüket, és legyenek őszinték. Azért egy icipicit kisebbel szeretnénk kezdeni, de azért mégis egy 8000-essel, mégpedig a Manaszlóval, ami kerek 1 kilométerrel magasabb, mint ahol most jártunk. És magyar nő még nem állt a csúcsán. Az igen, és ez mikorra tervezitek? Jövő szeptember 4-én fogunk elindulni, ha minden összejön. Visszavárunk.
Köszönöm. És még egyszer gratulálunk, és köszönjük szépen, hogy itt voltál, és megosztottad ezt az élményt velünk, és szerintem minden makkói nevében mondhatom, hogy nagyon nagy büszkesége vagy a városnak. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen.